gyerekpszichiáter elsődleges feladata az az, hogy a lelki nehézségek fejlődési aspektusaival foglalkozzon. Amivel a gyerekpszichiáter leggyakrabban találkozik, az az ADHD, vagy szép, becsületes, teljes magyar nevén a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar. Hiába okos, mondjuk valaki, bizonyos részletekre nem figyel kellően, elkalandozik a figyelme, nem tudja a figyelmét hosszan egy bizonyos feladaton tartani. Általában együtt jár egy fokozott aktivitással, ami azt jelenti, hogy mozgékony, nehezen ül meg egy helyben, nem tud hosszan olyan tevékenységet folytatni, amilyen monoton, hanem fel kell állnia, meg kell szakítania. És hát harmadfelől, amit így a különböző iskolák különbözően sorolnak, tehát van, aki egybeveszi a hiperaktív és az impulzivitási tüneteket, de az európai iskola az inkább külön kezeli, tehát egy harmadik magtünetéről beszél az ADHD-nek, az impulzivitásról, ami pedig egyfajta türelmetlenséget, ilyen felfokozott érzelmi reakciókészséget jelent. Attól, hogy valaki sokszor rossz az iskolában, és sokszor nem azt csinálja, amit kellene, annak nem mindig ADHD az oka, de mindenképp indokolt lehet egy gyerekpszichiátriai vizsgálat egy ilyen esetben. A leggyakoribb pszichiátriai zavar az a gyermek és serdülőkorban is a szorongásos zavarok, ugyanúgy, mint a felnőtt korban. Csak hát ugye a szorongásos zavarok azok inkább befelé nyilvánulnak meg, attól az szenved, aki elszenvedi őket, és az ADHD-tól meg inkább a környezet szenved. Az autizmus spektrum zavar az egy úgynevezett fejlődési zavar. Bizonyos készségek másképp működnek, ezt ugye tudjuk, ez a Savant-szindróma, amit így leginkább a már ma egyre kevésbé használatos Asperger-szindrómával élőknél szoktak említeni, amikor valamilyen dologban ők nagyon különlegesen jók, de hogy van egy olyan terület, ez a szociális kommunikációs terület, amin azért ők nagyon nagy hátrányban vannak. Az autizmus az alapvetően két életterületen okoz nehézségeket. Az egyik ez a már említett szociális kommunikációs terület, ahol leginkább így a kortársakkal való érdemi, kölcsönös, minőségi kapcsolódás az, ami nehezen megy az autizmus spektrum zavarban érintetteknek. És a másik terület az pedig az úgynevezett rugalmas gondolkodás és viselkedés szervezés. Ragaszkodnak bizonyos rutinokhoz, hogy furcsa tárgyakat gyűjtenek, hogy olyan dolgok érdeklik őket, amik az életkorukban szokatlanok, hogy nehezen viselik, hogyha átrendezik a lakást. Az nagyon fontos, hogy autizmus spektrum zavart akkor diagnosztizálunk, ha ezek a tünetek annyira áthatják az egész fejlődés menetet, hogy már 3 éves kort kezdődően megjelennek. Nagyon-nagyon fontos, hogy ha meg jelen vannak valamilyen pszichiátriai tünetek, akkor annak magának az egész családi rendszerre milyen hatása van. Tehát én azt gondolom, hogy a szülő az soha nem hagyható ki a gyerek pszichiátriai vizsgálatból. És természetesen, ha olyan a probléma természete, akkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülő is tudjon csak külön az orvossal beszélni, illetve ha már nagyobb serdülőről van szó, akinek erre van igénye, akkor arra is lehetőséget biztosítunk, hogy a serdülő tudjon a pszichiáterrel beszélni. De hogy a családban, a gyerek pszichiátriában mindig mint egy rendszerben gondolkodunk. Mindig abban gondolkodunk, hogy annak az adott pszichiátriai zavarnak, amivel az adott fiatal küzd, az egész család életére milyen hatása van, és hogy kinek, miben és hogyan kell változnia, vagy hogyan érdemes változnia ahhoz, hogy ez javuljon. Bárki lehet bajban, és segítséget kérni mindenkinek ér. Mindannyiunkkal van olyan, hogy bajban vagyunk.